Tisztelt államtitkár úr! Azt tudom mondani, hogy maga a törvényjavaslat, ami előttünk fekszik, az alapvetően szakmai jellegű és támogatható, tehát hogy mi megvizsgáltuk a rendelkezésre álló információk alapján, azt tudom mondani, hogy ezt támogatni is fogjuk a szavazás során. És azt is el tudom mondani, hogy konkrétan ez az aláírás minta alapú hitelesítési rendszer, ez, és ennek bevezetése a főváros és megyei kormányhivatalokban, ez valóban segítheti a hatékonyabb ügyintézést, és ezt mindenképpen üdvözlendőnek tartjuk. Ugyanakkor engedje meg államtitkár úr, hogy ha már a kormányhivatalokról van szó, akkor szóban azért jelezek olyan problémát, amiről már írásban volt köztünk, hogy úgy mondjam, eszmecsere, és néhány konkrét probléma felemlítésével támasztom el, hogy hát egyre több problémát tapasztalunk, és összességében nagyon sok a probléma a kormányhivatalok működésével. És ugye alapvetően az a miniszterelnökség, ennek a feladat a miniszterelnökségnek a kompetenciája, a kormányhivatalok működésének hatékonyságát tudják növelni. Ugye nem olyan régen kaptam öntől egy levelet, konkrétan egy megkeresést küldtem több körben is Gulyás miniszter úr felé, hogy Baranya megyében Horváth Hertelen településen én információt kaptam arról, hogy illegális bányászati tevékenység történik, ez több körös levélváltás volt, azóta kiderült, hogy valóban megalapozott ez a probléma felvetés, bírságolásra is sor került, ugyanakkor egy végtelenül egyszerű kérést fogalmaztam meg a Baranya megyei kormányhivatalnak, szeretném megkapni a jegyzőkönyvét a bányafelügyelet helyszíni szemléjének, illetve az információkat arról, hogy pontosan mi történt, hol történt, kik vettek ebben részt, milyen bírságvalás történt, mi egyéb, és azóta se kaptam erre választ. Én több körben, itt egyébként a parlamenti plenáris ülésen is kifejtettem már, hogy megdöbbentőnek tartom, hogy képviselőként próbálok információhoz jutni, és a kormányhivatal nem adja meg. Önök nem olyan régen a válaszuk konkrétan ön államtitkár úr a válaszában jelezte, hogy a bányafelügyelet helyi vezetőjét pontosan ezek miatt a problémák miatt ugye ki is került már a hivatal rendszeréből. Ugyanakkor azt tudom mondani, hogy a késedelmes adatkezelés, adat teljesítés miatt, vagy válaszadás miatt, ugyanakkor én a mai napig nem kaptam választ. Tehát tisztelt államtitkár úr, én egy nagyon egyszerű kérést fogalmaztam meg már múlt év nyarán a kormányhivatalnak, hogy adják ki ezt a jegyzőkönyvet, és ezt egyszerűen megtagadja a kormányhivatal. Ez döbbenetes, tehát a törvénye által meghatározott feladatát nem látja a kormányhivatal. Még egy példát említenék, ami inkább a hatékonyság kérdését veti fel, hogy a 2019. december vége felé karácsony tájékán egy döbbenetes dolog történt Komló és Mánfa határán, szintén Baranya megyéről beszélünk, egy kamionról közel 40 tonna hulladékot raktak le illegálisan. Úgyhogy a hulladék lerakásnál rajta kapták az elkövetőt, megvan a kamionnak a származási hely. Azóta kiderült, hogy ez a kamion Olaszországból hozta a hulladékot, és mindenféle engedély nélkül egyszerűen lerakták. Természetesen az ügyben azonnal feljelentést tettem, egészen megdöbbentő módon nem találtak bűncselekményt, nem tudtak megállapítani bűncselekményt ebben az ügyben, és tehát el tudtunk jutni odáig, olyan jogi környezet Magyarországon, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy több 10 tonnányi hulladékot illegálisan leraknak egy önkormányzati területre, úgyhogy az önkormányzatnak fogalma sincs róla, és mindez törvénytelenül. No, de ugye a kormányhivatal illetékességében utalta utána minden hatóság ezt a kérdést, és a kormányhivatalnak lenne a feladata intézkedni, hogy ezt a hulladékot szállítsák el. Hát el tudom mondani, államtitkár úr, hogy másfél éve ott van ez a hulladék, én folyamatosan levelezgetek szintén a kormányhivatallal, és hát megáll az ügyintézés abban, hogy némi bírságot kiszabnak, de nem sikerült megoldani a problémát. Ez hogyan történhet meg? És még egy utolsó példát, hogy ne csak Baranya megyei példákat hozzak, nem olyan régen szintén bejárta a sajtót is a hír, hogy Tamási, egy Tolna megyei kisvárosnak a belterületén engedélyt kapott arra egy cég, hogy több ezer tonnányi hulladékot helyezzen el, hogy aztán majd valamiféle hulladék feldolgozási tevékenység révén ezt, nem tudom, feldolgozza valamiféle granulátum már, és azt piacon értékesíti, és több megkeresést kapott a megyei kormányhivatal is, hogy Tolna megyéről beszélünk, akik nem igazán látták ebbe a kérdésbe problémát. Továbbá megkerestük a katasztrófavédelmet, hiszen láthatóan itt a tűzveszélyesség kérdés, az döbbenetes mértékben feszítő és jelen van, és valóban a katasztrófavédelem megállapította, hogy ez a cég, aki ott egyébként a kormányhivataltól engedélyt kapott, semmilyen módon nem felel meg a vonatkozó tűzvédelmi szabályozásoknak, és ez megdöbbentő, tehát olyan 150-200 méterre lakó területektől több ezer
köbméternyi hulladék, műanyag hulladék elhelyezésére adnak úgy engedélyt a kormányhivatal, éppen illetékes Tolna megyei kormányhivatal, hogy aztán, amikor megkeresik és érkezik, akkor nem is detektálják ezt a problémát, amit aztán szerencsére a katasztrófa védelem legalább elismert. Tehát mit lehet tenni, tisztelt államtitkár úr, annak érdekében, hogy a kormányhivatalok adjanak választ, amikor megkeresést kapnak, tegyék a dolgokat, és legalább az ilyen alapvető és az emberek életére alapvető hatást gyakorló kérdésekben igyekezzenek egy kicsit hatékonyabbak lenni, és mondjuk megoldani ezeket a kérdéseket, ugye leginkább akkor, amikor konkrétan egy ilyen helyzet alakul ki, amikor az emberek élete is veszélybe kerülhet, mondjuk, mint a Tamási példa alapján, de a Komló és Mánfa között említett példa is döbbenetes, tehát másfél év ott hordja össze-vissza a szemét ezt a hulladékot, és egyszerűen nem lehet vele csinálni semmit, mert a végén még aki elszállítja, az kerül majd bajba, mert majd ez a bizonyos vállalkozó, ez majd nem tudom, talán még valamiféle anyagi akármicsodát is ellentételezést kér azért, hogy az ő által illegálisan rárakott hulladékot valaki elszállítja. De itt összességében a probléma az, hogy a kormányhivatalok jól láthatóan nem tudják kellő hatékonysággal végezni a munkájukat, de még sajnos azt is el kell mondani, hogy nem is válaszolnak érdemben. Nem hogy határidőre, de nagyon sokszor egyáltalán nem válaszolnak azokra a megkeresésekre, amiket mi küldünk nekik. Az állampolgárok kérdései és megkeresései alapján. Köszönöm szépen, elnök úr.